Taroka ja, Jiroka ja, hai, hai. Hogyan is tudnánk megfejteni? Néha a magyar népdalok, meg a magyar népművészet motivumkincsének titkain is, hát vannak mindenféle világmagyarázatok, amik egy-egy népi ábrázolás módban kódolva vannak. Mi, 20. 21. századi emberek ehhez már igazán nem értünk. Ezeket a titkokat talán a japánok számunkra, európai emberek számára még rejtélyesebben kódolták bele. Egyrészt. Másrészt az a tiszta esztétikum, ami akár egy japán sódóról, akár egy japán ecsetírás művészeti tekesről, akár egy japán vízfestékképről, akár a japán nószínházi, vagy kabuki, vagy kyogen előadásból, vagy ról árad. Tehát az a tiszta esztétikum előadó művészetek esetében az a mélységes alázat, ahogyan az előadó művész hozzááll a produkcióhoz. Vigyázzatok, minden realig oda leszek! Értem, uram, de mindig el szokta kísérni valamelyikünk, ezért hadd kísérje el egyikünk ma is! Nem! Nem! Úgy határoztam, hogy most egyedül megyek! Szerintem a távolság, a magyar kultúrától való távolsága és a megsejtett érték, ami mögötte van. Ez a két dolog lehet nyitja az érdeklődésünknek. Na, megyek is! Már is? Bizony! Ne siessen annyira, csak menjen szép lassan! Már itt sem vagyok! Elnézést, uram! Uram!